azért tavaly is láthattuk, vagy tavaly előtt, most nem emlékszem pontosan, hogy a Zalaegerszeg is megszenvedett az albán ellenfelével. Én azt gondolom, a Debrecennek sem lesz könnyű dolga az albán ellenféllel. Igazából azt vártuk, azt kaptuk, amire vártunk. Tehát egy kemény futballt játszottak, de ugyanakkor vegyítették a kultúrát tényleg játszós labdarúgással. Tehát régen azért nagyon sok rosszat lehetett hallani, hogy ütnek, vágnak, rúgnak, csípnek, harapnak. Ez most is megvolt, viszont abszolút kultúrát formában, és próbálták felépíteni a játékukat. Én azért is gondolom, hogy bravúros ez a győzelem, mert amit már sokszor elmondtam, hogy ez az Európa Liga. Tehát itt nincsen gyenge csapat, nincsen könnyű mérkőzés, és éppen ezért minden egyes ilyen győzelmet nagyon meg kell becsülni. Nagyon-nagyon korán kezdtétek a felkészülést, rövid volt a pihenőidő, úgymond. Ez a későbbiekben szerinted visszaüthet? Tehát korábban látunk példát arra, hogy azok a csapatok, amelyek az Európa Ligában korán kezdtek, beragadtak a rajtnál a bajnokságban. Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt kívánom a csapatnak és önmagamnak is, hogy ez a rengeteg meccs, ezt tartsunk egész decemberig, mert akkor azt jelenti, hogy Európa Liga csoportkört játszunk. Nem tudom, meglátjuk. Igazából amikor ilyen korán elkezdesz egy felkészülést, akkor nem gondolkozol rajta, hogy de jó lenne most nyaralni, mert tudod, hogy mire készülsz. Tehát nagyon sokan a csapatból első ilyen nemzetközi megméretetésükre készültek, először mutathatták meg magukat így az Európa Ligában, és ez egy plusz motiváció volt. Ugye új edzővel készültünk, új körülmények között, úgyhogy igazából, hogy ez a bajnokságra hogy jut majd vissza, ez egy jó kérdés. Én nagyon remélem, hogy önbizalmat merítünk ebből az Európa Ligából, és ezt át tudjuk majd vinni a magyar bajnokságra is. Ennek a korai kezdésnek köszönhetően egyébként mások egy kicsit az edzések, tehát vannak olyan módszerek, amelyekkel lehet úgymond megtoldani egy picit ezt a pihenőidőt, az edzés módszerekre gondolok. Igazából ez egy jó kérdés, nagyon fontos azt tudni, hogy mivel új edzővel dolgozunk, ezért neki ugye minél több tréninget kell ahhoz vezényelni, hogy egy, hogy megismeri a csapatot, kettő, hogy átadja azt, amit igazából szeretne. Talán a legnagyobb ellenségünk nem is az edzések, hanem az időjárás, mert tényleg néha ilyen 40 fokba kell edzeni, de azt gondolom, hogy aki bányába dolgozik 12 órán keresztül, és a szenet fejti, őnek is melege van. Aki az úton aszfaltozik, 120 fokos aszfaltot tesz le 40 fokban, neki is melege van. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem egy szempont, vagy nem egy kifogás. Elfáradunk napvégére, hazamegyünk, kipihenjük magunkat, és jövünk másnap.